A Magyar Kupagyőztes Újpest labdarúgó csapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy Balajca Szabolcs meghosszabbította szerződését a Lilafehér klubbal. Üdvözöllek itt, hiszen néhány héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk a kupa győzelem után, akkor már kitértünk a hosszabbításra, illetve a lehetőségekre, és akkor úgy búcsúztunk el, hogy reméljük, hogy a következő szezonban is Lilafehérben fogsz védeni, vagy ki tudja milyen színbe, de a Lilafehér kapuba fogsz állni. Szabolcs, gratulálok, és nagyon szurkoltunk, örömet szereztetek szerintem az újpesti szurkolóknak. Én is köszöntelek, és köszöntöm a nézőket is. Hát igen, ez egy nem egy rövid tárgyalási folyamat volt, de a végén csak pont került tegnap a végére, és igen, sikerült kötni egy remélhetőleg hosszú távú szerződést. Majdnem azt mondtam a felkonferálásban, hogy 2 éves szerződést kötöttél a klubbal, de aztán kiderült az, hogy 1+2 év, vagy 1+1 év, szóval ilyen opciók vannak. Elárulod azt, hogy mit jelent ez az opció? Hát igen, már az elnök úrral majdnem megegyeztünk, és akkor 3 évben volt ez a szerződés hosszabbítás. Aztán mind a ketten kitaláltunk egy olyan opciót, ami 1+2 év. Hát ez csak annyit akarok róla elmondani, hogy ez automatikusan meghosszabbodik egy bizonyos feltétellel, ez az 1 év, ez pedig a játék lehetőségnek a tudatában, vagy egy játék lehetőség. Magyarul bizonyos számú meccset kell védenem. Kell védeni, vagy úgy érzed, hogy úgy is maradsz, hogyha, de ez egy butaság, amit mondok, hogyha nem védesz. Ez hát is benne lehet a pakliba? Én nem tudom, hogy benne van. Biztos meg kell harcolni a helyért, de én mondom, védeni szerettem volna, és ezt találtuk ki, ezt az opciót. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ha megvan az a bizonyos mérkőzés szám, aminek meg kell lennie, akkor még 2 évben meghosszabbodik ez a szerződés. Hát fiatal vagy. 34? 34 vagyok még, igen. Fiatal vagy, 34, játszottál 272 mérkőzést újpesti színekben. Ha ezt az idényt nem nézzük, akkor azért éveken keresztül úgy kezdődött az összeállítás, hogy Balajca, kapuban Balajca. Majdnem azt mondtam, hogy és akkor mi volt, ha a kapuban nem Balajca van, de hát azért hosszú-hosszú éveken csak így kezdődött az összeállítás. Már szerintem a szurkolók is azt mondják, jó, akkor hagyjuk, hogy ki van a kapuban, aztán mondjuk az összeállítás. Szeretnek téged az újpestiek, nagyon szeretnek a szurkolók is. Szeretnek a játékosok. Most már azt kell mondanom, hogy úgy néz ki, szeretnek a vezetők is. Milyen érzésekkel mentél be tárgyalni? Kezdjük az elején, mert engem ez a tárgyalás izgat. Jó, hát ez hosszú folyamat volt, mert ez tavaly decemberben azzal kezdődött, hogy hát majdnem úgy volt, hogy el kell mennem Újpestről. És akkor januárban már ugye azt mondták, hogy nem kell elmennem, viszont meg kell küzdeni a helyért. Aztán nem én védtem, és már márciusban az elnök úr szólt, hogy szeretne hosszabbítani szerződést, úgyhogy ez egy ilyen hosszú folyamatos dolog volt. És a végére már az volt, hogy nem is 1-2 évet, hanem hosszú távon számolnak velem, és talán az elnök úr arra is kitért, hogy a pályafutás végén is akár Újpesten maradhatok. Ez nekem nagyon tetszett ez a felvetés, de nekem volt egy kitételem, hogy védeni szeretnék, ugye ezt megígérni sehol nem tudják. Nem is ezt akartam, csak én egyenlő feltételeket akartam, hogy ugye a kapustársammal vagy kapustársaim egyenlő feltételekkel legyen versenyhelyzet. És hát... Most lesz. Most remélem, hogy lesz. A szerződésem is olyan, hogy remélem, hogy lesz versenyhelyzet, és akkor meglátjuk a továbbiakat. Egy icipici kulisszatitkot árulj el. Most nem az érdekel engem, hogy múlt héten benn voltál, aztán utána benn voltál kedden. Hogy zajlik egy ilyen tárgyalás? Jó napot kívánok, kop, elnök úr, itt vagyok, és akkor mondja el, hogy mit akar, és utána én elmondom, hogy mit szeretnék? Hát ugye sokfajta technikája van egy tárgyalásnak, nem először a klubad egy ajánlatot, években is és anyagiakban is, és akkor én legalábbis nálam úgy volt, hogy én ezt átgondolom, azért nem. Azért csak családja van az embernek, és ezt átgondoltam, és akkor nekem is volt egy felvetésem az elnök úr felé, és akkor ott se tudtunk egyből megállapodni, megegyezni, és akkor hát szépen, hát nem azt mondom, mint a piacon, vagy a vásárban, vagy alkudozás folyt, de mégiscsak egy olyan dolog, hogy azért mind a ketten érveltünk,
és szerintem félúton megálltunk. Úgyhogy... Egyedül voltál bent? Vagy egyedül voltam. Tehát nem ilyen ugye oldalbordával, ügyvéddel, jogásszal? Nem. Én úgy érzem, hogy nem először tárgyaltam, és ugye amikor fiatal voltam, akkor kellett a segítség, de most már nem kell. Hát szóval így zajlik egy tárgyalás, kedves nézőink. Felkészül a két ellenfél. Így van. És ugye ne azt mondjuk, hogy piaci körülmények között, de én azt gondolom, hogy akkor van súlya egy tárgyalásnak, hogyha mind a két fél valamit tud felhozni, és valamit tud mondani. Ti tudtatok. Jó volt, amit mondtál, hogy azért csak családod van, gyerekek iskolába járnak, Budapesten éltek, tudom, hogy kaposvári vagy, de azért ugye az embernek gondolni kell a családjára is, hát egészen más lett volna a gyerek fekvése, hogyha valahol el kell igazolnod. Apropó, most már beszélhetünk róla, volt netalántán máshonnan ajánlatod? Igen, most már beszéltük róla. Igen, volt első osztályból és másodosztályból is. Másodosztályból olyan csapatoknál volt, akik úgy érzem, hogy jövőre feljutásért fognak játszani, és nekik kellett egy idézőjelben rutinos jó kapusa, lehet így mondani. És volt meglepő módon, én nem számítottam volna rá, olyan, egy olyan külföldi ajánlat is, ami a végén már azért elhalt, de reményt ezt mindig tartotta bennem, úgyhogy ez is furcsa volt, hogy ennyi idősen kaptam egy ilyen jó ajánlatot. Azért nagy latba volt ez a újpesti szerződésnél ugye ez a kupa győzelem, úgyhogy ez azért idehúzott engem nagyon Újpestre, és természetesen az Újpest volt az első. Őket szerettem volna meghallgatni, és én így szerettem volna védeni, és nagyon örülök neki, hogy ez így összejött. Amikor Kabát Peti aláírt, ugye nem titok, az elmúlt héten ült itt ugyanez a helyen, akkor feltettem a kérdést néki, hogy te Peti, és mi lesz a Balajcával? Aranyos volt, mert azt mondta, hogy ugye ez nem az ő kávéháza, erre nem neki kell megválaszolni. De tudod, mit mondod? Hát mi nagyon reménykedünk benne, hogy sikerül megegyezni, ami azt jelenti, hogy a játékosok is arra gondoltak, hogy te maradjál. Ez és akkor maradsz te a csapatkapitány? Vagy hogy lesz most ezután? Hát nem tudom, én remélem, hogy maradok a csapatkapitány. Igen, ő Kabát Petire visszatérve azért sok mindent mi átéltünk ebbe az évbe, meg ebbe fél évbe. Sokszor beszélgettünk, hogy mi legyen a közös sorsunk, de hát mindenkinek saját magának kellett döntenie. Nagyon érdekes, amit mondta, hogy sok mindent átéltetek, hiszen a Péter és te vagy a két olyan vezérülő, akik büszkélkedhetnek a kupagyőzelemmel és az ezüstéremmel. Más játékos most jelen pillanatban nincsen a keretben. Nincs, és remélem, hogy elmondhatjuk magunkra egy pár év múlva, hogy még egy aranyéremmel büszkélkedhetünk. De tényleg a Petivel sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról, de mindenkinek magának kellett ezt eldönteni, ugye összenőve azért nem vagyunk. Ezt el kell mondani, és én is örülök neki, hogy ő is meg tudott egyezni, és remélem, hogy tudjuk még ennyi idősen, még fiatalok vagyunk, húzni ezt a csapatot. Hát a világbajnokságban is a kapusok azért nem a bölcsödéből állnak be a ketrecbe, hanem azért ott elnézzük az összeállításokat. Tisztelet a kivételnek, amikor a belga kapust azt nem lehet azt mondani, hogy egy matuzsálem, de azért tehát a 30 környékén vannak az igazán jó kapusok. Én is úgy érzem, hogy egy olaszokat megnézünk, vagy egy spanyolokat megnézünk. Jaj, jó, hogy mondod a spanyolokat. Hát... kupakapus, meg bajnoki kapus, bajnokság kapusa, és a spanyol válogatottnak az első számú kapusa, Casillas. Remélem, te nem kupakapusnak szerződtél? Nem ez van benne a szerződésben. Ugye sokan mondták, hogy összehasonlítottak vele, de hát ezért összehasonlítani nem lehet. Én erre azt szoktam mondani, hogy igen, ugyanazt csináltuk, csak mi kiestünk már BL-ből, mielőtt elindultunk volna. Úgyhogy... én nagyon szeretem a Casillast, és remélem, hogy még egyszer föl tudja venni ezt a világbajnoki serleget. Megnyugodtál? Megnyugodtam, én eddig is nyugodt voltam. Mert itt ültél te velem szemben nem egyszer és nem kétszer.
most akkor légy szíves, mondd bele a szemembe. Csak azért mondom, mert úgyse hagyja senki, csak az a jó pár tízezer ember, aki nézi a televíziót, és majd meglátja az interneten is, hogy... Hát jó, nem voltam annyira nyugodt, de talán egy kis elégtételt jelentett nekem ez a Magyar Kupa győzelem. És ugye, ha már Újpestről beszélünk, akkor egy kis lilaköd azért rámereszkedett, és kupa győzelem után már majdnem aláírtam a szerződésemet, csak akkor megint volt egy bajnoki mérkőzés Pápán, ahol hát megint elhittem, hogy én fogok védeni, és nem így lett, és ott volt bennem egy kis ilyen dac. De aztán ezt lehigadva kell ezt a döntést meghozni, és két hetet tudtam majd gondolkodni, és mindent latba vedve én úgy érzem, hogy ez egy jó döntés volt, és most igen, nyugodt vagyok, és már várom a melót, bár egy kis pihenő még jó lenne. Egy kis pihenőt majd, ugye jó lenne, ami nem nagyon lesz. Egy pici magánéleti, a család ilyenkor súg valamit? Hogy papa, hogy kéne dönteni, vagy mi lesz velünk, kérdezősködnek? Nem, ebből a szempontból nagyon normális feleségem, ha lehet ezt mondani, meg ők azt mondták, hogy bármit döntök, mellettem állnak, és jönnek velem bárhova, de én ezt nem nagyon akartam, mert én már költözködtem, nem azért a család gyereket is kiszakítani abból a környezetből, ahol ő van, az egy nagyon meredek dolog, úgyhogy, de mellettem álltak mindenféleképpen. Ha költözni kellett volna, akkor olyan helyre költöztem volna, ami már megszokott hely. Ezt mindenki tudja, hogy hova. Úgyhogy nem fogom kimondani a Kaposvár, de, természetesen. Máshova nem szívesen költöztem volna. De hát itt maradtál, a Kaposvárra majd együtt megyünk szórakozni egy kicsit. Igen. Mert ezt már egyszer megígérted, úgyhogy oda majd megyünk. A pihenőről beszéltünk, hogy nem kaptatok sok pihenőt, két hét pihenőtök van. Itt a kánikula, kezdődik a világbajnokság, úgyhogy lehet tréningezni, lehet nézni a jó mérkőzéseket. Hogy kezdtek, mikor kezdtek, gondolom már azért csak tudtok a tervekről, vagy mit fogtok csinálni a bajnokság kezdetén? Igen, 16-án kezdünk, június 16-án, ugye két hét pihenővel nekivágunk, mert ugye a Vignyevics úr, a vezetőedző azt mondta, hogy neki kell a 6-7 felkészülés. Hát ő a vezetőedző, ő tudja. Igen, egy erős két hét után megint szokás szerint megyünk Belgiumba egy tornára, de sokan nem leszünk kint, mert július 11-én szuperkupa döntőt játszunk a Debrecennel. Azt még nem tudjuk, hogy hol, és utána rá két hét múlva megkezdődik a bajnokság, úgyhogy ez... Én szeretem is ezt, hogy nem lesz egy két hónapos felkészülés, hanem egy 5-6 hét alatt. Egy pörgős felkészülés lesz ez? Így van, sok meccsel. Sok meccsel, ez egészen másfajta, mint a téli szünet. Így hát van. Akkor egyszerűen nevetséges dolog, hogy két és fél hónapig, vagy tudom, hány hónapig. Ez egy sportolónak egy borzalom, hogy azt se tudja, mikor telik le az a két hónap. Borzalom, igen, és az emberek szívesebben sportolna télen is, csak hát a körülmények nem teszik lehetővé. Mi lesz akkor, hogyha azt mondják, illetve nem is azt mondják, hanem odáll a játékvezető, és azt mondja, hogy és kezdődik a bajnokság, és elkezd pattogni a labda. Hol fog végezni az Újpest ebben a szezonban? Ugye már kiderült, mint mindenki tudja, sivatos, hogy az új sportigazgatónk a Kovács Zoli lett. Ez talán egy olyan dolog, ami biztosíthat minket arról, hogy lesznek olyan igazolások, amik minőségi igazolások is. Én nem akarok megint bajnoki címről áradozni, meg én remélem, hogy följebb tudunk lépni, és egy folyamat elindul, mert mi ugye minden évben azt akarjuk, hogy elindulja egy folyamat, de tényleg elindul egy olyan folyamat, ami a tabella első felébe fogunk végezni. És aztán nyerjük meg megint a Magyar Kupát. Erről, hogy majd kiket igazolunk, mert ugye itt is majdnem már lilafehér vér folyik itt a szerkesztőségben mindenkiben. Erről majd Kovács Zolit fogom faggatni, mert kedves nézők, nagy terveim vannak, hogy jövő héten vagy utána Kovács Zoltán sportigazgató urat, a Kokót behívom ide, és jól megkérdezek mindent. Mert általában ő szokott mindenre megadja a választ. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a forróságba is beültél ide a katlanba, mert itt sincs hűvös. Kívánom neked, hogy a hátra lévő napokat családdal és mindenkivel
boldogságba és pihenéssel töltsd el, és akkor gyerünk hajrá, be a kapuba, illetve az edzéseke, és akkor együtt kiabáljuk majd a szurkolókkal, hogy hajrá Újpest! Igen, köszönöm szépen! Köszönöm!